estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Megkezdődött a klasszikus zenei évad, a Térélmény című koncertről mi is beszámoltunk a Bartók Béla téren, és valóban igazi élmény volt, mondhatjuk. Erről is esik szó röviden most ebben a beszélgetésben, de a legfontosabb, hogy elkezdődik az évad az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál. Vendégeim Ruf Tamás, igazgató, tisztelettel köszöntöm. És Dobszai Péter, művészeti vezető, vezető karmester. Örülök, hogy itt vannak velünk, és örülök, hogy valóban most már egy évad kezdetről számolhatunk be, hiszen nagyon sok minden történt az elmúlt másfél esztendőben. A koronavírus járvány nem kímélte a klasszikus zene barátait sem, és a klasszikus zenészeket sem, de így most már minden rendben, mondom én, annál is inkább, hiszen az elmúlt héten már a Farkas Ferenc bérlet sorozat is megkezdődött, méghozzá egy fantasztikus koncert a Gyöngyszemek Prágából. Erről beszéljünk egy kicsit, hiszen erről a beszámolót már láthatták a kedves nézőink. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Így van, túl vagyunk azért az első nagyon fontos etapon, ami a legfontosabb volt, ez az évadnyitó, ugye 18-án a Térélmény, amit a Bartók Béla téren láthattak, hallhattak a nézők. Nagyon nagy tapasztalás volt ez, és hát a legnagyobb tapasztalat az volt, hogy nagyon sok embert érdekelt, és hogy nagyon-nagyon szerették az emberek magát a teret, és magát a zenekart ebben a térben. És az, hogy ilyen sokan eljöttek arra a szabadtéri hangversenyre, az arra biztatott minket, hogy bizakodva tekintsünk a jövő elé. És hát elindítottuk most ugye a bérlet sorozatainkat, némi kisebb-nagyobb változtatásokkal, tehát amiket az emberek megszoktak, és ami hagyomány, azt megtartottuk, csak egy kicsit új köntösbe öltöztettük, egy kicsit új struktúrára helyeztük, új struktúrába gondoltuk ezeket a bérleteket. Például az egyik nagyon jelentős változás, hogy ugye a két nagy bérlet, a Farkas Ferenc nagy zenekari hangversenybérlet, ami elsősorban ugye ez a felnőtt célcsoportnak szól, az ugye Vörösmarty színháznak a nagy színpadán valósul meg, az mindig évad, az őszi évaddal indult, a Somorjai Kamarazenei Kórus és Kamarazenei Bérlet pedig ugye januárban szokott indulni. Ezt a Somorjait is elindítottuk most szeptemberben, ez ugye 23-án lesz majd az első hangverseny, amit Péter fog majd dirigálni. Azt várjuk ettől a változtatástól, hogy egy kicsit átláthatóbb legyen, egy kicsit könnyebben kezelhetőbb legyen a nézők számára az egész bérletes rendszer. És hát nem titok az sem, hogy szerettük volna minél gyorsabban elindítani a hangversenyezést minden téren. Egy kicsit azért ugye hezitál mindenki, hogy vajon mit hoz a negyedik hullám. Mi azért bizakodva állunk ezelé, és nagyon-nagyon szép programokat állítottunk össze. Ugyebár mindennek rendelt ideje van, tudjuk ezt régről, de egy kicsit térjünk vissza a Térélményre, mégpedig azért, mert megérkezett hozzánk a kortárs zene is, és én azt gondolom, hogy valóban élményt nyújtott. Nagyon sok mindenkivel sikerült beszélnem a koncert után, és kiderült, hogy elfogadó a fehérvári közönség, és szép lassan felveszi azt a ritmust, amit a mai kortárs klasszikus zene kíván. Ezt hogy érezték belülről? Jó estét kívánok én is. Nagy öröm volt Dobri Dánielnek ezt a két művét játszani. Az egyik a zenekarunk számára komponált fanfár ősbemutató is volt, a másik mű már elhangzott korábban is. A kortárs zenének a helyét a bérlet struktúrán belül egyelőre ebben az évadban olyan módon képzeltük el, és olyan módon valósítottuk meg, hogy a lehető leginkább csalogató jelleggel fűszerezzük meg a műsorainkat a kortárs zenének a jelenlétével, mind a mellett, hogy a kortárs klubkoncertek is elindításra kerülnek majd az ősszel. Ez újfajta zenei nyelv, ami nagyon frissen hat, meglepő, nem mindig
annyira önmagától értetődő, mint amit mi európai klasszikus zenén felnőtt emberek, hogy úgy mondjam, otthonról hozunk, de mindenképpen egy olyan utazás, amire nagy örömmel bíztatjuk a közönségünket, hogy vegyen részt benne. Most tehát akkor Farkas Ferenc bérlet, bár nem kortásról van szó, hiszen Schubert és Mozart került terítékre, Dobszai Péter vezényletével, november 22-én tegyük hozzá. Így van. A bérleteink művészi szempontból nagyon igyekeznek kiegészíteni egymást, és a nagyzenekari bérletben azokat a repertoáron belüli művészi hangsúlyokat, amiket megfogalmaztunk a pályázatban, azokat valósítjuk meg már most ebben az évadban. És Schubertnek egy olyan szimfóniáját fogjuk eljátszani ebben az Aranykor című koncertben, amelyben ő maga is már szinte nosztalgiával fordul a bécsi klasszika Mozart és Haydn, elsősorban Mozart és Haydn zenéje felé, és egy picit szinte stílusgyakorlatszerű nosztalgiával igyekszik felidézni azt a zenei nyelvet, amiben ő beleszületett, de amelyből már kiutakat keres. Ugye Mozarttal és Haydnnal folytatódik az új esztendő is januárban, mégpedig a és emellett pedig Rautavara, ki tudtam mondani, egy finn zeneszerző darabja is felcsendül majd. Ez egy különleges vállalkozás, gondolom én. Így van. Szintén a Farkas bérletnek ez az alkalma a Földön túli történetek címet viseli. Itt nem elsősorban a stiláris egység vezetett minket, hanem az a csillagászati gondolkodás, ami a Merkur szimfóniát és a Jupiter szimfóniát ezzel a cselló versennyel összeköti, aminek az alcíme az, hogy a láthatár felé. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak művek felsorolását jelentse egy koncert, hanem feltett szándékunk az, hogy egyfajta gondolkodásmódot, vagy utazást, vagy egy logikai láncot végig vigyünk a programban, és azon végig utaztassuk a hallgatót. A következő esztendőhöz tartozik Mahler és Weber, egy örökbecsű bűvös vadász, én azt gondolom, hogy ezt nagyon szívesen látják klasszikus zenebarátai, mert hogy ezek fontosak, és ezért szeretném kérdezni, hogy milyen elvek mentén sikerült dönteni egy-egy mű bemutatásáról, hiszen itt látjuk, hogy a kortárs kapcsolódik az abszolút klasszikushoz. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan művészeti, tehát túl azon, hogy egy nagyon széles látókörű és egy azt gondolom, hogy egy tényleg egy kifinomult ízlésű művészeti vezető ül itt mellettem, túl ezen egy egészen színes művészeti vezetése van a zenekarnak. Értem ez alatt, hogy ugye van egy vezető karmesterünk Péter személyében, Van egy zeneszerzőnk, Dobri Dániel személyében, aki a kortárs területért felel, és van egy művészeti tanácsadónk, dr. Szabó Balázs zenetörténész személyében, aki egy teljesen más tudományos szempontból tudja mindig megközelíteni. De nagyon érdekes beszélgetések zajlanak le közöttünk rendszerint, hogy kitalálunk egy struktúrát, kitalálunk egy tematikát, és akkor Balázs mindig meg tudja világítani egészen más, sokszor helyi, lokális, történelmi kapcsolódásokkal fűszerezve. Szóval hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a különböző színes, jó felkészült embereknek a tudásanyagából és az érzelmi világából táplálkoznak ezek a bérletek, és a zenekarnak a jövője tulajdonképpen részben most ide van lerakva, és erre alapozunk, hogy a szépsége ezeknek a úgymond végtermékeknek, amiket a bérletben látnak a nézők, a fehérvári polgárok, hogy nagyon nagy egyetértésbe tudtuk ezeket a döntéseket meghozni. Szóval, hogy nyilván szem előtt kellett tartani azt, hogy maga a kortárs, hogy jelenik meg, hogy tudjuk azt a közönségnek ennek az elfogadó fehérvári közönségnek egyébként, hogy tudjuk ezeket a kortárs műveket úgy a szeme, füle, szíve elé tenni, hogy valóban bevezessük őt ebbe a világba. Szem előtt tartottuk azt, hogy azért legyen
szó szerint a közönség kedvére való, tehát azt gondolom, hogy akár egy Schubert, akár egy Beethoven estet szerintem a klasszikus zene rajongói mindig szívesen fogadnak, de hogy visszautaljak a térélmény elnevezésű koncertünkre, az azt gondolom, hogy mondjuk Liszt léprelőddel, vagy egy Dvořák 9. szimfóniával szerintem ennél jobban nem nagyon lehet kedveskedni a közönségnek, hiszen kellőképpen népszerű, ugyanakkor örök értékű darabok csendülnek fel. Szóval igyekeztünk a közönség kedvére is tenni, igyekeztünk bele újdonságokat belecsempészni, és természetesen egy tematikát, egy átívelő tematikát az évadra, sőt az elkövetkező évadokra is, hiszen tavasszal indul például egy Beethoven sorozat, ami nem hogy évadon, hanem évadokon keresztül ívelő, de itt viszont én azt gondolom, hogy erről Péternek kellene beszélni, mert hogy ez az ő gyermeke. Tehát alapból gondolok, hogy globálisan cselekedj lokálisan, azt hiszem ez így van rendjén, és hát Szabó Balázsról visszatérve, hiszen Dobri Daniról már beszéltünk, teli találat volt gondolom én, mint a klasszikus zene kedvelője, mert hogy ő talán az egyetlen, aki az elmúlt időszakban az újságba is, tehát a megyei labba is behozta olyan szinten a klasszikus zenét, ami olvasható és érthető is. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a terminus technikusok nélkül is el lehet magyarázni Beethoven csodáját, mondom én. No, hát akkor Somorjai bérlet. Én azt gondolom, hogy Somorjai Feri bácsi örömmel tekint le ránk onnét fentről, mert a Somorjai bérlet egyik oldalról népszerű a templomokban, illetve bármely helyszínen, és mindig méltó ahhoz az úthoz, amit ő kezdett el. Szeptember 23-a, az nincs túlságosan messze, Szent István terem, és az is egy klasszikus helyszín. Így van, a Vonós Szerenád című koncertünkkel fogjuk ezt a bérletet útjára indítani, ami a nagyzenekari bérlettel szemben inkább a mi zenekarunk kamara szimfonikus jellegét is hangsúlyozva, a zenekaron belüli kisebb csoportokat és végül a zenekarunk szólistáit is meg szeretném mutatni. A vonós programmal kezdve, elnézést kérek, a vonós programmal kezdve Csajkovszki, Respighi, Hurecki és Farkas műveivel indítjuk el a bérletet. Ezután lesz egy Fúvós Szerenád című alkalom is. Szintén a Somorjai bérletben egy a cappella kórus koncert is elhangzik majd a Budai úti református templomban. És a tavaszi alkalmán a Somorjai bérletnek 3 olyan versenymű is el fog hangozni, amit az Alborégiai Szimfonikus Zenekarnak szólamvezető tagjai fognak szólóban játszani, és mi kollégák kísérjük őket a többiekkel. Nagyon fontos, hogy visszatér természetesen a mi örök vendégünk Pad Zoltán is a Budai úti református templomba, és azzal, hogy a református templom is kapcsolódik a Somorjai bérlethez, talán tágul az a kör, aki ezt megnézi, bár ebben a bérletsorozatban mindig teltház van, mondom én. És ez így van rendjén. Nos hát, és akkor beszéljünk a fiatalokról. Ugye akkor, amikor eldőlt, hogy a kortárs klasszikus zene is teret kap az Alborégiai Szimfonikus Zenekar repertoárjában, nem titkolt szándék volt, és erről már beszéltünk, hogy egyre inkább meg kell nyerni az ifjúságot, akik igénylik ezt. Tehát nem csak az akármilyen zenéből áll a világ, hanem igenis gondoljunk arra, és gondoltak is arra, hogy a fiatalokat is meg lehet nyerni. Ez óriási felelősség, és a partitúra bérlet erről szól, ha úgy tetszik. Úgyhogy beszéljünk erről a bérletről, ugye az Vörösmarty Színházas elsősorban, és azt hiszem, hogy nagyon és kiemelten fontos. Így van. Én egy kicsit más oldalról közelíteném meg magáról a partitúráról, szerintem Péter fog majd pár gondolatot, hogy mennyire fontos vagy, hogy tényleg nem lehetetlen küldetés, és meg lehet szólítani a fiatalokat. Erre például élő példa, és megint ide kanyarodunk vissza, Bartók Béla téren augusztus 18-án, ott azért amikor ment a szervezési folyamat, az volt kollega, aki kérdezte, hogy hát, hogy legyen ott a lezárás, engedjünk autókat, ne engedjünk, sétáljanak emberek, ne sétáljanak, mi lesz, ha zaj lesz, és abban maradtunk, hogy nem lesz zaj. Tehát, hogy én ezt így bátran kijelentettem előre, hogy higgyék el, nem lesz zaj, ott az emberek
ezt hallgatni fogják. És aztán elmúlt a koncert, és a kollégák jöttek, akik ugye segítettek, közvetlen kollégák ennek az egésznek a lebonyolításában, és örvendezve újságolták, hogy hát, hogy ők ilyet még nem láttak, hogy jöttek fiatalok, középiskolás korosztály, náluk fiatalabbak, kicsit idősebbek, de jöttek csoportosan fiatalok, már féltek, hogy jaj, mi lesz, és az lett, hogy megálltak, és végighallgatták a koncertet, mert kaptak valami olyat, amire ott nem számítottak, ők nem koncertre jöttek, arra sétáltak, és végighallgatták az egészet, és utána önfeledten tapsoltak. Szóval én azt gondolom, hogy ha megfelelő pillanatban, megfelelő módon szólítjuk meg a fiatalokat, akkor annak muszáj célba érni. Tehát én hiszem és vallom, hogy ezek az értékek, amiket mi képviselünk, mind Péterrel, mind a művészeti vezetéssel, mind az egész zenekarral, hogy ezek örök értékek, és ezek eljutnak a fiatalokhoz. Az egy más kérdés, hogy óriási ellentáborral kell megküzdeni, hiszen rengeteg információ, rengeteg impulzus ér őket nap mint nap. Ez a mostani okos telefonos, okos világ azért nagy kihívások elé teszi, én azt gondolom, a klasszikus értékek hirdetőit, de nem reménytelen, sőt. Aztán tudok másik személyes tapasztalatot mondani, amikor a saját gyermekeimet elviszem egy ilyen hangversenyre, mindig meg szoktam kérdezni, hogy tetszett. És elég őszinték, tehát hogy most attól, hogy ez apának a munkája, attól ők még megmondják, hogy tetszett vagy nem tetszett. És hál' Istennek mindig azt mondják, hogy hú, apa, szeretnék a következőt is meghallgatni. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, sőt, és akkor jó, tényleg utolsó gondolat, és átadom a szót, hogy volt olyan hangversenyünk itt az Albert Igel Szimfonikus Zenekarral, ahová hívtunk, tehát én magam hívtam személyesen olyan vendéget, aki a nézők közé, aki még nem volt soha életében ilyen koncerten. Világos. Gyere el, nézd meg, mit csinálunk. És azt mondta, hogy ő bérletet akar venni, mert nem gondolt, hogy ez ilyen jó. Tehát kihívás, és egyben óriási felelősség a darabválasztás, és ennek tükrében, hogy állt fel a partitúra. Így van. Négy alkalomból fog állni ez a bérlet is, amellyel a hivatalos oktatásban résztvevő, koruk miatt résztvevő közönséget célozzuk. Amiről Tamás beszélt, a világnak a változásairól, ez valóban nagy kihívás mi nekünk. Egy része ennek nehéz változás, egy része pozitív változás. Azt gondolom, hogy nem értek egyet azokkal, akik azt szokták mondani, hogy a zenéről beszélni nem jó, vagy fölösleges, vagy káros, mert a zene úgyis magyarázza magát. Még ha az embernek ez hivatása is, akkor is átalakítja a hallását és a figyelmét az, hogy mennyit tud az elhangzó zenékről. Ezek hangsúlyozottan olyan alkalmak lesznek, amikor mesélünk arról, hogy mit hallunk, és meggyőződésem, hogy ez segíti a hallgatóságot. És két pontot szeretnék kiemelni, kapcsolódva azok a Tamás által elmondottakhoz, hogy épp annyira kerültek veszélybe 50 perces szimfóniák, mint négy kötetes nagy folytatásos regények, azáltal, hogy manapság már egy 5-6 perces videó egy internet megosztón is az iskolás korosztály számára gyakran hosszúnak számít, vagy hosszúnak bizonyul. Egészen új jelenség az én számomra legalábbis, én néhány hónapja vettem észre, hogy 10-12 másodperces videók igyekeznek az embernek, és az erre különösen fogékony gyermekeknek a figyelmét magukra irányítani. Ezt én egy rossz folyamatnak tartom, és veszélyesnek arra vonatkozóan, hogy az ember képes maradjon még esetleg 30-40-50 év múlva is befogadni ilyen nagyszabású műveket. Másrésztről viszont egy nagyon jó változás az, hogy azt gondolom, hogy újra őszintébb közönségünk lesz, valahogyan úgy, mint ahogyan az opera kialakulásának, az opera bölcsőjének idejében lehetett, amely időszaknak a véleménynyilvánítási durvasága talán már nem fog visszakerülni a színházak falai közé. Reménykedjünk.
Igen, de az viszont egy nagyon jó dolog, hogy mi a zenekar nem tehetjük meg azt, hogy fél szívvel emeljük fel a hangszert játék előtt. Így van, tehát itt most nem arról van szó, hogy egy kis hasonlattal élve jókai, kontrabaukóiva poszt, semmiképpen sem. Nos, hát Filharmónia, ugye két előadásról van szó itt is. Ez megint más egy kicsit, hiszen itt az abszolút klasszikus kerül előtérbe a következő esztendőben. Így van, így van. Ennek egyébként érdekessége, hogy ugye a zenekarnak nagyon régóta tartó és jó kapcsolata a Filharmóniával, és úgy indult a szervezés, hogy ha már Székesfehérváron van egy hivatásos szimfonikus zenekar, akkor legyen úgy, hogy a Filharmónia bérletsorozatot az Alba Régia szimfonikus zenekar indítja Székesfehérváron, és majd mi is zárjuk. Aztán hosszas szervezés és számos újratervezés után végül is úgy hozta az élet, hogy tényleg januárban lesz az első. Ezektől az időpontoktól függetlenül egyébként mi ragaszkodtunk ahhoz, meg hál' Istennek a Filharmónia is így kérte, hogy ezeket az alkalmakat mindenképpen Dobszai Péter dirigálja. Úgyhogy ez egy nagy öröm, hogy így a számos változás után is ez sikerült tett valamit. Tehát én is lesz a Vörösmarty Színházban, ráadásul azért tegyük hozzá, hogy végre, tehát a színházban is állandó otthonra lel a szimfonikus zenekar. Ez fontos. Nagy örömmel játszunk a színházban, és nagy örömmel működünk együtt a Filharmóniával, akiknek a bérletében ugyan vendégként vagyunk jelen, de hát egy nagyon, nagyon komoly, nagy múltú és fontos szervezet, amellyel együttműködve ezt a két, talán még a farkas bérletünkhöz viszonyítva egy picit gazdagabb, nagyobb zenekari hangzással készülünk ezekre az alkalmakra. Igen, hát Brahms, Schumann, Schubert, így van. Bellini, Csajkovszki, Borodin, a fantasztikus névsor. És hogy ugye kortárssal kezdtük, és akkor kortárssal folytatjuk, kortárs klub. Ez egy újdonság abban az értelemben, hogy ráadásul kamara, tehát a főutca, ezt kérem majd külön, hogy esett a választás a főutcára, illetve a pelikánfészek, ha már megújult, mert az elmúlt hetekben ugye a Vörösmarty Színház évadnyitóján meggyőződhettünk mi is róla, hogy megújult teljes egészében a pelikánfészek, tehát azt hiszem, hogy abszolút alkalmas lesz koncertre is. És hát ott is várják a zenerajongókat. Igen, kortárs klub benne van a nevében, hogy ez egy kicsit oldottabb hangulatú, lesznek ennek beavató pillanatai, ez egy nagyon-nagyon szépen, ez is egy nagyon szép tematikával felépített egy egész évadon átívelő program. A pelikánfészek azért alkalmas erre, mert hát szerintem mindannyian ismerjük régről. Kifejezetten van egy ilyen családias, egy ilyen kis klub jellege. Arra számítunk, hogy a közönség szám is körülbelül ide tehető, ami a pelikánnak a befogadó képessége. Ugye eddig ilyen még nem volt Székesfehérváron, tehát ez most éppen az a puding, amit most kipróbálunk, megesszük, és meglátjuk, hogy akkor hogy mi lesz a vége. Mi nagyon, nagyon nagy erőkkel készülünk erre, és nagyon nagy örömmel. Pelikán több szempontból is alkalmas, tehát maga a nézőtér és a nézőtér színpadhoz való közelsége, szóval kölcsönöz egy ugyanolyan családi jellegűt, egy egészen érdekes helyzetet, mint a Pelikánban eddig játszott mondjuk színdarabok, hogy nagyon is részese lesz a közönség ennek a történésnek ezáltal, hogy ennyire közel lesz például a zenekarhoz. Igen, és ahogy nézem, itt azért kézenfogva jár a klasszikus, a mai kortárs zeneszerzőkkel, Dobri Danival az élen. Az ő személye azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ebben a vonatkozásban. Sokféle zeneszerző karaktert ismerünk, és azt gondolom, hogy Daninak egy nagyon fontos erénye az, hogy ő egy kapcsolatteremtő típus. Nem az a fajta zeneszerző, aki külvilággal nem foglalkozva csak a hangok struktúrája iránt érdeklődik,
neki fontos, fontos a közönség, és fontos a zenei kapcsolat is a múlthoz, a jövő az épülget, ahhoz kapcsolódni nehéz, az majd megszületik, de a jövőben is gondolkodik, azt látom. Mindenképpen azt mondom, hogy ezek a programok, és a programoknak az a közvetlensége, intimitása és személyessége, amiről Tamás az imént beszélt, az Dobry Dániel darab választásaiban, magyarázataiban és a közönséggel teremtett kapcsolatában van sikerre ítélve. No, bár én azt mondtam, hogy minden koncert ünnep, és ezt tartom is, de azért Nomines Tomen lesz egy ünnepi bérletsorozat is, ami megint különlegesség, mert ez egy kicsit más. Mondom ezt, hogy más, hogy az ünnephez igenis kapcsolódnia kell a klasszikus zenének, és ez most teljesül ez a vágya a zeneszeretőknek. Igen, tulajdonképpen ezek a hangversenyek eddig is jelen voltak Székesfehérvár életében, természetesen, tehát most egyszerűen mondom, nem mi találtuk ki a világon először, hogy legyen karácsonyi koncert, mert természetes, hogy az ünnepeinket igenis meg kell ünnepelnünk, kicsit attól ünnep, attól más, mint a hétköznapok, hogy ott valami csodának kell történnie, és nekünk azt gondolom, hogy a zene az egy olyan terület, amivel, ha valamivel, akkor azzal nagyon tudjuk segíteni az embereknek a lelki ünnepi készülődését, a felkészülést, akár egy adventi időszakról beszéljünk, akár egy nagybőjti időszakról beszéljünk. Annyi picike változás van most itt a mi életünkben, hogy most három hangversenyt, három koncertet egy csokorba vettünk, és ezt gyakorlatilag bérletként is, ehhez bérlet formájában hozzájuthatnak a székesfehérvári emberek. Ünnepi bérlet sorozat, bérlet lett ennek a nemes egyszerűséggel a neve. Halottak napi koncert, karácsonyi koncert, és majd húsvétkor egy passió. Én azt gondolom, hogy igazán meghitté, és tényleg szépé tudják tenni ezek az ünnepi készülődést. Remek gondolat, méltó azt hiszem az ünnepekhez is, mint ahogy méltó lesz, bizonyos vagyok benne, hogy ne csak Martonvásáron legyen már Beethoven, hanem hozzuk el ide Fehérvárra is, hiszen a Királyok Városa megérdemli. Tehát lesz Beethoven hangverseny is, egy kicsit emlékezzünk a legendára, a csodára. A Beethoven sorozatunk 8 koncertből fog állni, és lényegében a szimfonikus zenekari életművét úgy, ahogy van, fel fogja ölelni annak a legnagyobb részét, ami magában rejti azt a lehetőséget, hogy a 8. alkalom végeztével kisebb és ritkábban előadott daraboknak a fölvételével ez akár egy összkiadásá is nőhesse magát, ez a sorozat. Mindamellett, hogy átfogó képet szeretnénk adni Beethovenről, a személyről. Meg szeretnénk mutatni azt, hogy ő milyen ember volt, milyen érzelmi adottságokkal, milyen nehézségekkel, milyen gondolkodásmóddal, milyen személyiséggel. Az ő bemutatása mellett és az ő hangokon keresztül való kommunikációjának a bemutatása mellett nagyon fontosnak tartom én ezt az egészében látást. Mm. És tulajdonképpen miközben a személyt a közönséggel szeretnénk megismertetni, aközben a zenekarral együtt szeretnénk ugyanezt a személyt és az ő hangjait is a lehető legmélyebben megtanulni. Nem mondhatja azt egyetlen zenész sem, hogy én végigjátszottam Beethovent. Ezt mondhatja, ez lehet igaz, de az, hogy megismertem, és már nem tudok tőle újat kapni, azt nem mondhatja egyetlen zenész sem. És ezzel így van a hallgató is, bizonyos vagyok benne. Mint ahogy abban is, hogy a zenevilág napja mindig, illetve a magyar klasszikus zene napja mindig ünnep. Viszont nagyon fontos, hogy megtöltsük tartalommal. Október 1-e, a zenevilág napja, azt hiszem, hogy az már itt van a nyakunkon, ahogy tetszik. Így van. És hát nem vagyunk egyszerű helyzetben, mert még a beszélgetés elején csak egy fél mondatban, de mégis utaltam arra, hogy azért itt mindenki hezitál, hogy vajon mi történik itt ősszel, itt a 4. hullám kapcsán. Én egyébként nagyon bizakodó vagyok, hogy,
hogy fogunk tudni zenélni, és fogunk tudni létezni tulajdonképpen. De ez az október 1-én, amit megszokott a fehérvári közönség, hogy a sportcsarnokban egy hatalmas, tényleg egy giga koncerttel, tényleg egy valós közös ünnepséggel emlékezzünk magáról a zenéről, az most nem tud megvalósulni. Ez tavaly sem tudott megvalósulni, tavaly egy kicsit más köntösben, de mégiscsak megjelentek azért a város különböző zenekarai, együttesei, kórusai a Városháztéren vagy a város több pontján. Idén egy kicsit más lesz annyiban, hogy tervezünk szintén a belvárosban több ponton napközben többnyire olyan kamarazenei vagy kisebb kórus megmozdulásokat, kicsi-kis performanszokat, bemutatókat, amik így tényleg csak egy, most a szó egyszerű értelemben egy kis utcazenei kedveskedés az embereknek, egy közös megemlékezés, hogy ma van a zene világnapja, és este pedig 6 órakor lesz a Városháza dísztermében egy gála hangverseny, ott kerül ez megrendezésre. Természetesen azzal a tudattal, hogy oda azért egy nagyon szűk befogadó képesség, tehát itt most nem 1200-1500 ember fog együtt ünnepelni, hanem az a 150 ember, aki oda befér és be tud jutni, ott fogunk egy méltó gála hangversenyt megrendezni, eljátszani, közösen ott végigzenélni, és természetesen az emberek pedig ezt követhetik majd mind a tévén keresztül, mind pedig az online térben. És akkor keretbe zárva a történetet, mondjuk Utasi József barátom gondolatával, hogy ingyen idő májusi potomság csillagerővel nyílnak a rózsák, május 16-án Magyar Klasszikus Zene napja. Azt hiszem, hogy ez is egy kivételes esemény. Igen, a Kocsis Zoltán nagyszerű zongoraművészünknek az emlékére indítványozta a Magyar Klasszikus Zene napjának a megalapítását Hamar Zsolt karmester, akit egyébként vendégül is fogunk látni a Farkas Ferenc bérletünkben. A Magyar Klasszikus Zene napján az ország különböző pontjain május környékén, nem feltétlenül ugyanabban az időpillanatban, a szimfonikus zenekarok ennek a rendezvénynek a keretében arra szövetkeztek, hogy a magyar kortárs műveket fognak bemutatni. Mi ugyan az egész évben fogjuk ezt tenni, de mégis egy kiemelt esemény ez az emléknap és a Magyar Klasszikus Zene napja, hogy a kortárs zenei programunkon belül is kiemelt estet adjunk ennek az emléknek. Úgyhogy Dobri Dániel zenekarunk számára komponálandó zenekari művének a bemutatóját tervezzük erre az alkalomra, amire ünnepi lélekkel fogunk készülni. Nos, hát akkor köszönöm szépen, és így a végén invitáljuk meg a fehérváriakat. Amiről eddig beszéltünk, minden egyes koncertünkre nagyon nagy szeretettel várjuk a fehérvári közönséget. Szerintem már mindenki értesült róla, de talán, ha még van annyi időm, egy mondatban hadd térjek ki arra, hogy igyekeztünk ezt a nagyfokú bizonytalanság érzetet egy kicsit eloszlatni az emberek, hogy vajon mi lesz hangverseny, nem lesz hangverseny, megrendezésre kerül, nem? Tehát a bérletkonstrukciónkat és a jegyváltási lehetőséget úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb módon jussanak hozzá az emberek ehhez a lehetőséghez. Én javaslom, hogy tényleg kísérjék ezt figyelemmel, és érdeklődjenek a jegypénztárban, vagy az online felületeken, mert tényleg 4-5 féle konstrukciót is kitaláltunk, arra nézve, hogy minél biztonságosabban és minél többen tudják megváltani ezeket a bérleteket, jegyeket, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk minden kedves nézőnket és hallgatónkat a hangversenyeinkre. Azt hiszem, hogy a Térélmény című koncerten elmondtam, de fontosnak tartom megismételni, hogy ez a zenekar a székesfehérváriaké. Nem csupán a muzsikusoknak a sajátja, hanem a közönségnek a sajátja. Azért játszunk, hogy,
hogy ők a közönségünk lelki épülését, az érzelmeiknek a megélését, az örömüket felhangoljuk. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, történjék így. Mi természetesen ott leszünk, és kedves nézőink, önöket is biztatom, és ne feledjék, a zene mindenkié. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!